Na jó. Lássuk a következőt. Koncentráljon. És mondja meg, mi van a kártyán. Négyzet. Nagyon közel járt, de nem az. Ereszte el magát. Lássuk. Mi áll a kártyán? Egy csillag? Igen, valóban csillag. Pontosan. Na, mehet. Koncentráljon. Mi ez? Kör. Majdnem. De sajnos nem talált. Na, jöhet? Igen. Na jó. Mi ez? Na, bátran. 9-es. Hihetetlen. 5-ből 5-öt. Csak nem lát át rajta. Nem, de. Nem csak remélem. Nem, esküszöm, úgy jön magától. Na hát. Ideges? Igen. Nem tetszik ez az egész. Ugyan, már csak 75 kártya van hátra. Na nézzük, ezen mi van? Egy-két hullámos vonal. Sajnálom, ma aztán nincs szerencséje. Tudom. Várjon! Ne! Ne! Most már tényleg elegem van ebből! Önként jelentkezett, nem? Fizetünk is érte. Igen, de egy szóval sem említették az elektrosokkot. Mi értelme van ennek az egésznek? Tudni akarom, hogy a büntetés milyen hatással van a telepatikus képességére. Hogy milyen hatással van? Majd megmondom, milyen hatással van. Torkék vagyok az egészen! Ezzel csak igazolja az elméletem. Megtarthatja az $5, nem kérek belőle. Meg is tartom.